Jó napot kívánok, nagy tisztelettel köszöntöm a Zala Sport nézőit Soroksári sporttelepről. Elkezdődött a Soroksár SC ZTFC MB2-es bajnoki labdarúgó mérkőzés. A 11. forduló programja ez, és gyorsan mondom is az összeállításokat. A vendég Zetében, a kapuban 1-essel Zöldes Illés, 4-essel Lesják Zorán, 7-essel Kónya Korné, 8-essel Madarász Márk, 10-essel Babati Benjamin, ő a csapatkapitány, 11-essel Gajdos Zsolt, 13-assal Devecseri Szilárd, 27-essel Bedi Bence, 31-essel Barci Dávid, 44-essel Gergényi Bence, illetve 94-essel Hudák Martin, Dobos Barnabás kezdőjében. A házigazdáknál, a Soroksárnál a kapuban 12-essel Ster Bence, 5-essel Orosz Márk, 11-essel Gárdos András, 13-assal Valencsik Dávid, 14-essel Kundrák Norbert, 16-assal a csapatkapitány Huszák Tamás, 17-essel Albert Ádám, 19-essel Gyömbér Gábor, 20-assal Bor Dávid, 21-essel Pál András, illetve 23-assal Derekas Zoltán. A kezdőben Lipcsei Péter dirigálja a házigazdák együttesét. Gyorsan kérek egy nagy elnézést, kompromisszumra kellett jutnunk itt a helyi rendezőkkel, nagyon segítőkészek voltak, igazából ott szemben majd lehet, hogy látni lett a kameraképen, van egy kis bódé, ahonnét lehetett volna közvetíteni mérkőzést, ha van áram a környéken, de az nem volt, és azért, hogy egyáltalán tudjuk ezt a meccset adni élőben, hát le kellett jönnünk ide a pálya egyik szegletében, most mondanám azt, hogy a 16-ossal egy vonalban vagyunk itt a legalsó sorban, de hát ez annyit jelent, hogy azért a túloldali térfél az nem éppen élvezhető a képen, hát mi belementünk ebbe természetesen, egyébként nagyon segítőkészek voltak itt a soroksáriak, de hát ilyen feltételek vannak itt a sporttelepen. Kónya teszi tovább, aztán most már Devecseri egy remek gólpaszt adott az elmúlt mérkőzésen, amit Babati fejelt tovább, és abból lőtte Barci ZTS színeiben az első találatát Zalaegerszegen. Ez még a Dorog elleni mérkőzésen volt. Hogy mit kell tudni a két együttesről? Jelen pillanatban az ETE a harmadik a táblázaton, a Soroksár pedig az ötödik. 19 pontja van a Zalaiaknak, Soroksárnak 3-mal kevesebb, és nagyon jól kezdte egyébként a bajnokságot a soroksári gárda. Nyertek Tiszakécskén 4-0-ra, aztán a Balmasz Kamillát is idegenben merték meg 2-1-re, idegenben a Vác ellen egy 0-0, és aztán utána jött az első fiaskó a soroksáriaknak. Hazai környezetben a Dorog megverte őket 3-1-re, nyertek Budafokon szintén 3-1-re, egy óriási fegyvertény, nyertek a Gyirmot otthonában 3-0-ra, legyőzték idehaza a Kazinc Barcikát, és az elmúlt fordulók egyikében, tehát most már az utolsó három körnél tartok, kikaptak Moson-Magyaróváron, megverte őket hazai környezetben a Budaörs, illetve legutóbb pedig a Cegléd, tehát azt kell mondani, hogy az utolsó három mérkőzésükön nem szereztek pontot, Lipcsei Péterék is, ezért szeretnének egyértelműen a mai mérkőzésen csak a három pontban gondolkodni. Itt az oldalvonal mellett zajlik a játék éppen. És jöhet majd az első szöglet, a találkozón Bor harcolta ki. Teljes forduló van ma itt az MB2-ben, 3 órakor, illetve este 7 órakor rendeznek találkozókat, majd mondom közben. Nézzük az első szögletet, a Zöldesinek csemege, hogy úgy mondjam. Még egyszer mondom, nagy elnézést kérek érte, hogy nem a legoptimálisabb helyen áll a kamera, de hát ez is jobb a semminél, ezért döntöttünk úgy, hogy elfogadjuk ezt a lehetőséget. Nem volt más választás, vagy még ott a felező vonalnál, viszont abban lenne volt, hogy az előttünk ülő nézők felállnak, illetve végig az oszlopok, amelyek tartják a tetőszerkezetet, benne lettek volna, tehát kamera mozdulásnál az talán még rosszabb lett volna, mint most így, ahogy
fel tudtuk állítani itt a legelsősorban a kameránkat. Pardobással jöhet a ZT-je, nem most a Soroksár már, bocsánat. El is végezték. Annyiban gondban leszek, hogy a túloldali térfélen a játékosok messzámát leolvasni majdnem lesz egyszerű, legalábbis a házigazdákét. Egy indítás. Ezt Lesják mutatja, hogy Zöldesinek fogja hátratenni. Sprintel még rá, Kundrák. Zöldesi elemelte a kapu elől. És nagy tisztelettel köszöntöm a online felületen a mérkőzést követő szurkolókat is. Remélem, ma is leszünk szép számmal majd. Most utoljára kérem meg őket, hogy akik trollkodni szeretne, az válaszol egy másik online közvetítést. Itt egy nagyon jó társaságban, nagyon intelligens és sportszerető tagok léptek fel. Most már hetek óta a közvetítésre, de rontsák el a szórakozásukat. És előre is köszönöm. Hátrébb kell lépnie Gergényinek, ő fogja majd behajítani a labdát. Kolléganőm majd próbálja annyira közelebb hozni a túlsó térfelet, amennyire csak lehet. Aztán, hogy ez mennyire fog majd sikerülni, azt meglátjuk közben. És kifele a szabadrugás, ezt már el is végezték a házigazdák. A 7. percben járunk, nem volt még komolyabb lehetőség egyik oldalon sem. Bor tette tovább, aztán egy jó közbelépés, ez pedig egy jó kiugratásnak tűnt elsőre Gajdos felé. Egy csodálatos gólt szerzett a Dorog ellen legutóbb. Hudák ütközött az előbb, ezt pedig megszerezte az ZT-je. Újabb pardobás a házigazdáknál. Tehát most 3 órakor kezdődött a Vác-Vasas, a Tiszakécske-Csákvár, Kazincbarcika-Budaörs, illetve a Dorog Monor összecsapások. Jön középre a labda, Lesják lábbal, jó helyre. Bedi emelte ki. Egy apró blökés, ezt tovább engedte a játékvezető. Róla még nem esett szó, elnézést érte. Takács János dirigálja a mai mérkőzést. Bornemisza Norbert, illetve Kormányos 2 Gábor, a két segítője a Sporinak. Babati indult el az alapvonal felé, és jöhet az első zalaegerszegi sarokrúgás. Babati fogja majd beívelni. Jól jön középre, elsőre ki tudják fejelni, meg tudta még csúsztatni Albert, aztán visszakerül Babatihoz, ő pedig nem érhetett hozzá, mert Lestről jött, visszafelé el is engedte a labdát. Nem engedte annyira előre lépni a játékvezető a soroksári szélsőt. Ster fordítja át a másik oldalra Valencsikhez. Aztán itt a bal oldalon már gyorsan próbáltak elindulni. Egy remek közbelépés Devecseritől, aztán Babati kapja a labdát. Ez túlságosan meredek. Érkezett ott a túloldalról Barci. Őt kereste volna Babati a labdával. Köszönöm a megértést a szurkolók részéről. Jó napot, sziasztok mindenkinek még egyszer. A Bor kapta volna itt az oldalvonal mellett, Babati pedig már azt hittem be is dobja, de hagyja Kónyának a labdát. Már a soroksárjól dobhattak. Hudák szerzett labdát, Babati rálépett elsőre, de meg tudja még tartani. Jó az első csel,
aztán elfutott előle, mármint a labda elől Barci. Huszák jól teszi tovább, aztán most már a jobb szélen nagy lendülettel van induló. Gergényre vezetik rá, aztán eladják. Madarász szerezte meg a labdát. Barci. Gajdos. A picit hosszan vette át. Eltolt előle Derekas. Még ismerkednem kell azért a soroksáriakkal. A túlsó térfélen több játékosnak a messzámát azért nem olyan egyszerű elcsípni. Lesják jól zárta a befelé vezető utat és kifelé a szabadrugás. Ez egy remek ítélet Takács Jánostól, nem tetszett itt az egyik hazai játékosnak. Barci, aztán Bedi kapja tőle. Amúgy teljesen jó volt, amerre indult volna a soroksári játékos, arra lépett. Lesják is lezárva az utat. Vele szemben szabálytalankodtak. Devecseri, aztán Lesják. Hudák. Kapja is vissza egyből. Ez így nem jó. Ster pedig már le is tette a labdát. Egy hosszú kirúgás Bor vette át, és teszi középre ezt a háromszögelést. Most lefigyelték az egerszegi, Pál András volt, aki egyből tette volna tovább. Babati jól vette át, egy picit kizökkent a ritmusból Babati, aztán most már ketten támadják, nem fújja a játékvezető. Orosz. Kondrák. Van mellette fellépő ember, Terekas Zoltán. Kundrák kapja vissza. Jól megy be középre, Huszák átfordítja túloldalra. Madarász próbálja lezárni az utat, aztán jön a segítség, bejött középre a labda, ott nincs sárga mezes játékos, és most már el lehet tenni. Így is jó, sárga mezes játékosról pattant az oldalvonalon túra labda. Hudák volt, aki próbálta Babatit keresni itt a szélen. Kónya nézi, hogy kinek lehetne dobni. Minden kékmezes mellett áll legalább egy sárga mezes játékos is. Gajdost tolta meg Bor. Egy picit ezért lépett közelebb a labda eldobása előtt már Gajdos. Ezt meg lehet szerezni, úgy van, Madarász. Ott van mellette Barci is, ott van középen Gajdos, és egy jó becsúszás, de jöhet egy újabb egerszegi szöglet. Ezt Barci fogja majd bekanyarítani. Előre lépett szokása szerint Lesják is, jól fejlő játékos. Ez a rövid felé jött, lehet ismételni. Ez most már a harmadik zalai sarokrúgás lesz. Ezt pedig öklözi Ster. Aztán egy távoli próbálkozás, ez pedig sárga mezes játékos lábán pattant meg, úgyhogy a negyedik szöglet is jöhet majd az alaiaknál. A 15. percben járunk. Ez jól kanyarodik középre. És ott a gól. Na, hogy kiszerezte. Szerintem Gajdos. A 15. percben megszerzi a vezetést az ETE. Így van, Gajdos a találat szerzője.
egy picit bizonytalanul lépett ki Sterra kapujából, és ahogy ebből a távolságból láttam, talán saját játékosára ütötte a labdát, de hát azt majd mi is akkor fogjuk pontosan látni, hogyha megnézzük a felvételt, vagy lehet, hogy még akkor sem. De az a lényeg, hogy Gajdos révén vezetést szerez az ETE. Megint Gajdos üldözi a labdát. Kundrák. Marci megy zavarni. Gyömbér teszi át a Valencsikhez. Azt ő pedig kirúgja, mert lent marad az elejegerszegiek játékosa a gyepen, ő pedig Gajdos. Most már tápászkodik, felérkezik, és a segítség a kispadtól. Kedves szurkolónk érdeklődik, hogy miért van így a kamera, hát kompromisszumot kellett kötnünk, még egyszer gyorsan elmondom. Ott szemben talán kolléganő meg tudja mutatni az állást, a fordul is arra a kamera, tehát ott van egy közvetítő állás, amelyikben egy soroksáriaknak veszik ezt a mérkőzést, de nincs a környéken áramforrás, tehát nekünk viszont a két laptophoz, konverterhez, DVD íróhoz mindenképpen kell áram, és hát ugye oda a legfelső sorba a keverőpult mellé nem engedték, hogy oda álljunk. Nem is lett volna egyébként célszerű, mert ott azért felfelállnak a szurkolók, tehát bent lettek volna a képbe. Itt a tető tartó oszlopok is végig bent lettek volna, ahogy most kolléganő mutatja. Tehát, és még ezt a felajánlást adták itt a helyi rendezők, hogy inkább jöjjünk ide le oldalra. Igaz, hogy az egyik térfél távolabb van, de talán ez a legoptimálisabb, de nem vagyok még ebben sem 100%-ig biztos. Mindenképpen közvetíteni szerettünk volna, úgyhogy elfogadtuk ezt a felajánlást. Folytatódik közben már a játék. A házigazdák jöhetnek. Albert egy jó közbe lépés Gergényi részéről, marad a labda a soroksáriaknál, pardobással jöhetnek majd, körülbelül ott a tötés feles magasságából, ez pedig érintés nélkül elhagyja a játékteret, az alapvonalon túlra gurul a labda. Jaj, bocsánat, kapom a figyelmeztetést, hogy még 0-0, nem 0-0, már javítom is. Na, most van egy pici gond az eténél, Gajdos olyan szinten sérült meg, hogy le kellett őt cserélni. Dobos Barna pedig Balázs Zsoltot küldte a pályára, ő 92-es messzámmal játszik. Ez Lesjáké. Babati felé szállt volna a labda, jó volt a bólintás, illetve ott van egy szabálytalanság, ezt fújja Takács játékvezető. Igen, volt tegnap előtt egy futszálmeccs Kanizsán, eddig közvetítettük, most annyit kértek a kanizsai vezetők, hogy ezt a mérkőzést hagyjuk ki. Ott leszünk most már következő hétfőn Pécset, ahol majd idegenben lép pályára a kanizsai futszálcsapat, de igazából meg akarták nézni, hogy visze el nézőket az online közvetítés Zöldesi lépközben ki a kapujából. Hát úgy tűnik, hogy nem. Tehát akik valóban szurkolók és valóban szeretik a csapatukat, ők kimennek a meccsekre, tehát őket nem tartja távol. Ez inkább azoknak jó, akik vagy távol a lakóhelyüktől dolgoznak, tanulnak, és ők is tudják követni kedvenceik szereplését. Jó volt az átadás, Pál András három kékmezes között tette tovább, aztán most már Orosz, ez egy tiszta szerelés Beditől.
Egyből jön vissza a labda. Kónya, Babati. Nem tudta elvinni a szélen. Balázs Zsolt is odalép. Két ember között jól tartják meg a házigazdák. Pál egyből teszi tovább a szélre Kundráknak. És Lesják lépett közbe. Közben Kónyának szólnak, hogy igazítsa meg a sportszárát, legalábbis a mozdulatból erre vélek következtetni, vagy nem, inkább szerintem egy nyugalomra intés lehetett talán Takács játék vezető mondandója. Ez pedig érintés nélkül kigurul a túloldalom. Kérdezik, hogy minden idegenbeli mérkőzés lehet-e majd itt nézni. Igen, az ETL vezetői azt kérték a szezon elején, hogy lehessen nézni. Tehát ez a szurkolókért mindent az idei évtől, és ez volt a döntés, hogy akik nem tudnak eljutni idegenbe a csapattal, hát ugye azért a legtöbb szurkoló dolgozik, tanul, hogyha módjuk, lehetőségük van rá, akkor meg tudják nézni a meccset élőben. Szép volt a csel Orosztól, jó a továbbítás, Pál egyből teszi vissza, aztán Balázs Zsolt emeli ki a 16-os előteréből a labdát. Többet birtokolják a sárga mezesek az utóbbi időszakban egyértelműen, ez pedig egy középre adás, ami elkerülje a kaput, egy picit magas is volt, az Egerszegiek pedig hagyták, hadd guruljon ki az alapvonalon túlra. Hát van külföldről is nézőnk, ahogy írja. Őt is nagy tisztelettel köszöntöm. A Soroksár ZTE online közvetítésen Balázs Zsolt mellett tudták elfélni a labdát, aztán Hudák. Babatihoz jó a továbbítás. Babati elválasztották a labdától, Barci még ott van, nem tudta megszerezni. Kónyára vezetik rá, és ott van egy szabálytalanság. És kap egy szóbeli feddést Hudák Martin a játékvezetőtől, ő hívja oda magához, addig nem lehet elvégezni a szabadrugást. Pált keresték volna, vagy Kundrákot. Kettőjük közé érkezett az előreívelés. Kónya. Balázs volt, aztán előletette haza Gyömbér Gábor. Egy hosszú előreívelés, Devecseri bólintja vissza. Barcik szerette volna megjátszani. Szép háromszögelés, megvan még Pálnál a labda. Ott pedig elcsúszott a vonal mellett Albert. Így jöhet pardobással az ETE. A 15. percben egy szögletet követően szerezte meg az ETE a találatot, ezt az érdeklődőknek mondom el. Innét úgy tűnt, bár nagyon távol vagyunk a soroksári kaputól, hogy Ster saját játékosára paskolta rá a labdát, ami ott maradt, és végül Gajdos közelről a jobb alsóba gurított. Én ezt láttam, nem biztos, hogy minden így történt. Gajdos volt egyébként a gólszerző. Őt sérülés miatt lecserélte Dobos Barna, Balázs Zsolt váltotta. Reméljük, hogy nincs komoly baj Gajdosnál, és már ott lesz majd a hétvégén a Gyirmót elleni összecsapáson. Anna lesz egy kis szünet majd a bajnokságban, aztán egy hosszú túrára indul majd az ETL. Kazincbarcikára utaznak október 21-én, rá egy hétre pedig a Moson-Magyaróvár gárdáját fogadják. Ugyanez a Soroksárnál annyit jelent, hogy most az ETL mérkőzés is beleszámolva három egymást követően hazai környezetben léphetnek pályára a lipcsei legények. Az ETL után a Monor, aztán a Vasas érkezik majd, és a hónap utolsó játéknapján pedig Siófokra, Balaton partjára utazik. Hát kapott egyet most Takács játékvezető is. Éppen benne volt a képben, így idézőjelben alaposan hátba
lőtték az alaiak. Balázs Zsolt. Nem volt jó a kényszerítőzés madarásszal. Aztán Kónya lépett még közben, róla került az oldalvonalon túlra a labda. Oldalvonalon túlra, bocsánat, hogyha rosszat mondtam volna, Kónya. Ezt még meg lehet csúsztatni, madarász az. Balázs. Hát ott nincs kékmezes játékos. Bőven volt mozgás a soroksári együttesnél a nyár folyamán. Azt hiszem, hogy ezt már 11 forduló elteltével nagyon nem kell elemezgetni, de hasonló nagyságrendben változtattak a játékos keretben a soroksári vezetők, mint a Zalaegerszegen. Befelé a szabadrugás, a hazaiak jöhetnek majd a felezővonal környékéről, el is végezték már. Közben itt a mellettem ülő szurkolóktól annyit hallottam, hát nem tudom, hogy mennyi a valóság alapja, mert én nem láttam, de állítólag mentővel kellett elvinni Gajdost. Nem tűnt annyira komolynak az ütközés, amikor megsérült Gajdos volt, tehát reméljük, hogy csak egy vizsgálatra kell bevinni a biztonság kedvéért. Köszönöm közben az eredményt. Kazincbarcika Budafok 1-0. Most nagyon nincs olyan komfortos helyünk, hogy itt tudjam nézni az egyéb oldalakat is, ahol többi pályáról tudnék beszámolni. Ezért nagyon köszönöm a szurkolóknak, hogyha kisegítenek, mint legutóbb is. Egy szabadrugással jöhetnek, majd az alaiak a 28. percben a bal oldalról, hát ez elég távol van, még a kaputól középre lehet majd ívelni. Megint ott vannak a magas emberek, a jól fejelők, Hudák és Lesják is szintén följebb lépett. Jól is jön középre! És ott van a második! Ezt már lehetett látni, amikor érkezett középre a labda, hogy nagyon üresen maradt ott egy ZTE játékos. Bedi volt a gólszerző. Éppen elemezgettem, hogy a jól fejlő egerszegiek előre lépnek. Bedi igazából nem ezek közé tartozik. Nagyon-nagyon jól játszott a dolog ellen a Bedi Bence. Most pedig fejjel is. Hasonlóan jó teljesítmény, azaz gól formájában teszi hozzá magáért a csapat sikeréhez. Hát azt hiszem, hogy a legoptimistább szurkolók sem gondoltak erre, hogy egy szűk fél óra elteltével már 2-0-ra vezet idegenben az ETE, de most eredményesen játszik az ETE is. Abszolút jó a védelem, Bedi megint indulhat. El tudta tolni Huszák mellett a labdát, aztán meg is tartja, Devecseri, Bedi kapja vissza. Ott van Gerginyi a szélen, egy érintés után el is jutott hozzá a labda, megint Bedi. Nem volt szabálytalan, Gerginyi visszaszerzi. Balázs Zsolt jól tartja meg. És jó az indítás is, Gerginyi. Kikeveredett oda a szögletzászló környékére. Egerszegi dobás jöhet majd. Gergényi végezheti majd el a pardobást. Ez még Babati, egyből elvállalta, nem tudott rádőlni rendesen Babati Benjamin, de előtte, nincs is ezzel semmi gond. Soroksár jöhet majd oldalról. Lassan túl vagyunk az első fél órán, 2 gólos előnyben az ETE. Ez jó Balázsnak. Madarász megtartja még. Bedi
Egy nagy löket, és ez nem volt rossz próbálkozás Bedi Bencétől. Már 2-0 a Kazincz-Barcika Budaörs meccs, írják a szurkolók, nagyon szépen köszönöm. Továbbítom kolléganőmnek is a dicséretet. Jó volt a közelítés a gólnál. Ezt írják, Devecseri közben jól lép közbe, aztán Bedi, ez pedig Babatinak jó, ott van középen Balázs, és érkezik most már Barci is középen. Éleszögből előtte Babati, éppen középre ment. Kettő egy a Kazincz-Barcika Budaörs mérkőzés. A Lesják kapja közben. Ez Kónyának elérhető, meg is fogja még a vonal előtt Barci. Kónya most már a 16-oson belül. Madarász még megpróbálja ott a labdán ülő, egy kis túlzással labdán ülő védő lábai alól kiszedni. Aztán most már kiemelték. Gergényi kapja Devecseritől. Közben lent marad egy Egerszegi, szerintem Kónya az, az előző szituációnál. Igen. És a játékvezető segítette föl nagyon sportszerűen a gyepről az egerszegi játékost. Lassan elérjük a fél ezret, ebben a pillanatban meg is van az 500. nézőnk. Devecseri közben hátra teszi Zöldesinek, Lesják, Kundrák jön zavarni, Zöldesi teszi el a labdát, Babati egyből hátra, Gergényi, Hudák, aztán ő szabálytalankodik, befelé jár a szabad. Na, akkor gyorsan javítom magamat, 2-0 a Kazincz-Barcika Budaörs, nem 2-1. Írja egy kedves nézőnk, hogy már rászokott a meccs nézésre, hát ezt majd Zalaegerszegen élőben is tegye meg. Van, aki később kapcsolódott be, nekik elmondom, hogy ott a szemközti közvetítő bódéba kellett volna mennünk, igazság szerint, de ott nincs áram a környéken, tehát nem is volt annyi hosszabbító, körülbelül olyan 100-120 méternyi hosszabbító kellett volna is. Hát ezt a lehetőséget kaptuk igazából, ami elfogadható volt, hogy inkább itt a pálya széléről közvetítsünk, hát elfogadtuk természetesen. Valóban írják Zöldesi remek teljesítményét az idei szezonban, szó se róla. Az elmúlt mérkőzésen Gajdos segítségével egy gólba tartó labdát szedett ki, nagy bravúrra a Zöldesi, úgyhogy az ő kezén egy picit lelassult, és Gajdos a gólvonalról ki is tudta vágni, hogy ha az bemegy, akkor nem három, csak egy pont lehetett volna az etélyé. Egy jó megindulás, és földre került Albert, vele szemben szabálytalankodtak. Ott az oldalvonal mellett. Egyébként abszolút jó teljesítményt nyújt Zöldesi. Kisvárdáról érkezett kölcsönbe Zalaegerszegre. Most egy picit elkésett a kilépéssel, de volt segítség, jöhet majd a harmadik soroksári szöglet.
Bedi most már talpon. Hudár csúsztatta tovább, Barci. Ő emelte kijjebb ott a kapu előteréből. A Babati a legelső a felező vonalnál. Támadó pozícióban várta volna az indítást. Madarász mellett jól tolják meg, Pál. Lesgyanú szituáció, nem jött be középre, viszont egy újabb szöglet. A házigazdáknál ez most már a negyedik, az ETA is négyet rugott szögletből, gólból kettőt. Egy újabb sarokrugás, nem láttam ott a tömörülő játékosoktól, hogy mi történt, az oldal a hálóba kötött ki a labda, úgyhogy ez most már az ötödik szöglet lesz majd. Ez pedig a kapufán landolt, ez a bólintás, rajta volt egyébként Zöldesi, aztán az ő kezéről az alapvonalon túra került megint csak a labda. Hát ott sorozatban rúgja most már a szögleteket. A soroksári együttes már 7-nél tartanak. Hudák megint. Ez pedig nem tudta Kónya. Egy újabb szöglet. A 8. Az 5. szögletüket rúghatják a soroksáriak. Itt sorozatban. Ez egy szép csúsztatás, megvan a szépítés, a gólszerző pedig a 14-es számú Kundrák. Van, aki megjósolta, hogy gól lesz itt a szögleteknél, be is jött. Jó a perdítés. Az ETA dobhat. Balázs küzdött meg a labdáért. Megint Gergényi fogja majd behajítani. 39. percben járunk. Újabb pardobás az ETA-nak, ezt a részt már innét nagyon nehéz követni, legalábbis, hogy a valóságot mondjam. Van egy bólintás, Babati dől rá, nem találta igazán jól, Pál csúsztatja meg, de Vecseri egyből tovább. Jó a fordítás Barcitól, Gergényi megtolja még, aztán jön középre a labda. Nem jutott el Lesjákig. És most egy hosszan előre vágott indítás, ez pedig Zöldesi beengedi a 16-oson belőre. Aztán föl is veszi most már. Kedves nézőnk írja, hogy a félidő 2-2 lesz. Ha valóban ez történik, akkor utána beszállok majd egy tipmixbe. Zöldesi ki is teszi most már Lesjákhoz. Hudák. Devecseri, aztán most megint Lesják. Hudák. Szélen Kónya várnál, illetve indul középen Babati, utóbbi felé emelték a labdát, nem jutott el. Huszák, Orosz, aztán megint
egy jó átadás, jön Kundrák felé a labda, Kónya mellett el tudta tolni, Kónya zárna vissza, két ember között szépen Bor, bekerül középre, még tovább, Huszák nem tudta leszorítani, 16-17 méterről ellőtte Huszák, de túlságosan alányult. Állom a sört, de utána közösen tipmixezünk majd a jövőben. Ez még Barcinak majdnem jó lett, el tudták előle hozni, Huszák megint. Bor. Ez lecsúszott. Hát az Alasport most már a 10. éve közvetít mérkőzéseket. 2008. október 23-án volt az első közvetítésünk, úgyhogy hamarosan egy évtizede leszünk, sok kollégával, sok baráttal dolgoztunk, és azóta folyamatosan élőben is közvetítünk. A hétvégén női kosár lesz majd a programon, szombaton, vasárnap pedig a ZT1 Irmót összecsapás látható majd élőben. Berit kell ápolni. Berit le is viszik. Kis Máté jön, ő is sérült volt a közelmúltban. Ez is egy kényszerű cserének tűnik. Nem akar kockáztatni szerintem Dobos Barna. Ezt még el tudta hozni Kis Máté. Lesják. És elveszíti. Jól indult meg, aztán egy lerántás Lesjáknál. Gyorsan zár is vissza a horvát fiú. Madarász kap egy sárgát, hát ő pöccintette vissza. Legalábbis amikor én felnéztem, akkor ő volt az, aki hátra tette a labdát a szabálytalanság színhelyére, lehet, aztán hogy elsőre meg ő rúgta el. Egy perc van még a rendes játékidőből, itt az első félidő végén. Hát elég gyanús szituáció volt, és egy újabb sarokrugás a házigazdáknál. A 9. szögletnél járnak. Bor Dávid íveli majd be a sarokrugást. Hudák bólintotta ki. Gárdos, ez pedig Zöldesié most már. Valamennyit valószínű, hogy hosszabbítani fog majd Takács játékvezető a sérülések miatt, de szerintem egy maximum 2 percet fog hozzátenni. 2 perc a hosszabbítás. Az óránk ugye leáll 45-nél, de mondani fogom majd, hogy hol tartunk. Most jöhet egy zalai szöglet is.
Az ötödik. Oda a közös tipmixünk. Fél perc eltelt már a hosszabbításból. Egyből kibólintják a házigazdák. Gergényinek hagyják a pardobást. Kis Máté adja, hadd guruljon ki az oldalvonalon túlra. Valamivel több mint egy perc eltelt már a hosszabbításból. Megint Gergényi nézi, hogy kinek lehetne bedobni. Kis Máté. Babati röviden tette vissza. Ez pedig Kónyai. El is tudja emelni. Hudák, jó helyre, Barci. Hudák vissza. El lehet lőni. Nem tudta leszorítani. Volt előtte Rés. Hát valamikor ott, igen, a még a félidő első felében sérült meg a Hajdos. És majdnem másodperc pontosan le is fújja Takács játékvezető az első fél időt. A képet itt hagyjuk, és körülbelül 10 perc múlva jövünk a folytatással.
itt túlságosan alányúltak a labdának. Köszönöm, most már van hang. Tehát váltotta Soroksár. Albert Ádám helyére érkezett 8-assal Lőrinci Attila, Lipcsei Péter együttesében. Zöldesi készülődik kirúgáshoz. Barci, ez jó Babatinak. Babatiról ment ki. Gyorsan elvégezték a pardobás gárdos, aztán most már orosz. Gergényi fogta meg a kezét. Oda is kéri magához Takács János, az egerszegi játékost, és itt sárga lap lesz szerintem majd. Igen, már nyúl a zsebe felé. Dorog Monor 0-0, Kazincz Barcika Budaörs 4-0, Tiszakécske-Csákvár 0-0, illetve gól nélküli a Vác-Vasas mérkőzés is eddig. Köszönöm még egyszer, akik menet közben részeredményekről tájékoztattak bennünket. Zétel jöhet majd szabadrugással még saját térféről. Nagy birkózásban Balázs Zsolt. És kifelé jár a szabad. Hát innét, igen, úgy tűnt, hogy Gyömbér Gábor átölelte Balázs Zsoltot. Gyömbérnél a labda. Valencsik átfordítja a túloldalra. Gyömbér megint, aztán hátra kerül Ster Bencéhez. Gyömbér. Ott volt mögötte Barci. Közvetlen közel. Kékbe játszik az ETE, kérdezik. Igen. Továbbra is hátul adogatnak. Soroksáriak. Jó labda átvétel. Lőrinci. Pál elől tisztáznak az egerszegiek. Barci. Egyből tette volna előre. Balázs középen volt. Ő nem tudott mozdulni a labdáért. Valencsik oldalra. Balázs próbál labdát szerezni, és most majdnem sikerült, madarászban akadt el. Ez a hazadás pedig egészen veszélyes volt. Nehéz helyzetbe hozták most Terbencét. Meg tudta még menteni, kiemelte az oldalvonalon kívülre a labdát. Balázs felé a pardobás, el is jut hozzá. Lehet ismételni, de most már onnét a szögletzászló közeléből. Nagy bedobás, Hudák fejeli föl, Balázs Zsolt még tovább, Lesiák nem tudott ráfordulni ollózásra, aztán Balázs Zsolt kerül a földre, most már kiemelik a soroksáriak, Pál indulna, de ott van Devecseri keresztezni. Valencsik, Gyömbér kapja, aztán Gárdos. Babati mellett el tudják még tenni.
Derekoski oldalra Lőrinci, őt szereli Babati. Aztán földöntik Barcit. Devecseri hosszan előre. Kibólintott a Bor, Madarász. Csak hátrafele tudta tenni. Ez egy jó csel. Kónyától. A passz viszont nem. Gárdos nagy lendülettel, jó a továbbítás. Huszák. Huszák. Messze pattant róla a labda, ezzel pedig fordulhatnak az egerszegiek. Barci jól tartja meg, mekkorát csattant, ezt ide lehetett hallani, Derekas sárgul be. Jó, hogy volt sípcsontvédő Barci lábán. Devecseri íveli előre Balázs felé, ez túlságosan hosszú. Nem lett volna rossz elgondolás Barcitól a sarkazás. Madarász próbált labdát csenni, Orosz jól tolja meg Barci mellett, aztán most szabad előtte az út. Továbbítás is jó. Huszák fordítja át a bal szélre. Bor. Jön középre, ezt lesják, egyből teszi tovább. Ezzel pedig megint indulhatnak az alaiak. Lesről lépett vissza. Balázs nem sokon múlt. Amit kértem korábban, azt, aki nem hallotta volna. Igen, amit utolsó hozzászólónk ír. Tizedik szögletéhez készülhetnek a házigazdák, közben itt készülődik már egy jókora zuhé. Dávidtól hamarosan elbúcsúzunk, úgy gondolom, hogy Zalaegerszegen a kollégák ezt majd lerendezik. Öldesi készül kirúgáshoz. Két ember között jól tartotta meg Kundrák, és az indítás is jó Pál. Lesják szorítja kifelé. Devecseri egyből el a kaputól. Nem csinál semmit. Igen, esni akart. Gyömbér nem rántotta le, ez innét nagyon jól látható volt. Balázs Zsolt rátette a vállára kezét, ez tény és való. Írja kedves nézők, hogy akadozik az adás. Én itt
nézem egy kontroll laptopon, amivel a visszamenő képet tudom nézni, hogy szakadozik-e vagy nem, nálunk nem. Tehát próbálja megnézni a saját gépét, hogy nem ott van valami. Ha esetleg ilyen történik, akkor kérem jelezzenek majd a szurkolók, de mondom, itt előttem van egy második laptop. Szabad rúgáshoz jutottak a soroksáriak, közben írják, hogy vezet a Vasas a Vác ellen 1-0-ra. Jön középre a hosszú felé, és ezt kicsúsztatják a zalaiak. Lesják próbál még zavarni, ez pedig egy nagy mentés zöldes, és rajta feküdtek egy pillanatra, sőt, még mást is láttam ott, de ebből a távolságból nem akarok megvádolni senkit. Egy jó becsúszás közben. Zalaiak jöhetnek oldalról. Dorog Monor 1-0. Gergényi próbálta Orosztól elvenni a labdát, ez pedig zöldesé kell, hogy legyen. Nem mert, vagy nem is nyúlhatott hozzá kézzel. Az indítás nem jó, ezt lekapcsolt a Bor. Jaj, itt valamit elrontottunk. Nem tudom, hogy vissza lehet-e ezt vonni. Láttam, hogy egy olyan hozzászólás törlődött, aminek nem kellett volna. Tiszakécske Csákvár 1-0 közben, Madarász a labdával. Ott van egy lerántás. Bor Dávid. Vannak itt a mellettünk lévő szektorban is zalaegerszegi szurkolók, mert itt lapot reklamálnak. Gondolom, hogy hazai csapatnak nem kértek volna. Gergényi hátra, aztán Devecseri most már. Babati. Pál indul meg. Jó, akit a labda Orosznak. Hát el is tudta lőni, lelassult a labda Gergényi lábán. Igen, hogyha lehetne, akkor amit írnak itt a kedves nézők, valahogyan próbáljuk meg visszahozni. Vétlenül kizárt szurkolót. Nagyon kellemetlen lenne, hogyha az egyik törzs szurkoló éppen nem látná a mérkőzést. Lőrinci. Ez pedig kicsúszott az oldalvonalon kívülre. Pál András helyére Lakatos érkezik közben a soroksáriaknál. Most már Lipcsei Péter is kihasználja a második csere lehetőséget. Jól játszott egyébként Pál. Főleg az első fél időben. Na, itt van velünk szurkolónk is. Jó a fejes, és jól visszatett labda is Gárdosnak. Ez pedig zöldesié. Sikerült még ellőnie éppen Lakatosnak, aki az előbb állt be.
62. percben járunk, 2-1-re vezet az ETE. Ez kikanyarodik. Ezért egész komoly szél van, most már ahogyan közeledik az eső. Ez is tolt a labdán azért, azt csak azért mondtam. Jól tartották meg a labdán, aztán Oroszhoz jut el. Ez levágódik. Derekas, ez is ebből lehet fordulni. Most már esik az eső itt Zalaegerszegen. Marci, nem volt pontos a labda. Nem Zalaegerszegen, hanem Soroksáron, aztán ez most már nem csak eső, hanem egy komoly zápor. Igen, igen, sötét felhők jönnek még errefelé. Valóban nem Zalaegerszegen esik, ahogy javítottam. Na. Menjünk. A teserdőt a kocsiból ki kellene hozni, nem tudok mit csinálni, mert megállt a kamera. A csomagtartóban van. Na most egy kis technikai szünet, kép lesz. De a hang egy kicsit eltűnik, egy esernyőt kell hoznunk, hogy a kamera ne ázzon szét. Én egy pár percre elköszönök, jövök majd vissza. Valamennyire megoldottuk, amennyire egyelőre lehetett. Mert a laptopok azok áznak egy kicsit. Madarász. Ez nem jutott el a címzethez. Megint Madarász. Marci. Jól tolja meg a szélen, Barci fogják a vállát. Aztán még visszaszerzi Barci Dávid. Ez jó sarkazás, de nem tudja átvenni Madarász. Londonból is van nézőnk, tisztelettel köszöntöm őt is. Gergényi, kis Barci. Beteszi középre, és elcsúszik mindenki előtt. Babati még eléri a túloldalon. És megfogja Ster. 10 szögletet rúgtak a soroksáriak, ezt kérdezte valaki. Itt jelölgetem közben pont a felét az étéje.
egy távoli löket, és Zöldesinek kell fölé tolni. Akkor most jön a 11. szöglet hazai oldalom. 23. kerület, ahogy írják. Soroksár. Nincs szabálytalanság, és nem tudja elhozni a madarász. Egy távoli próbálkozás, ez pedig jócskán fölé száll. Zöldesi készül kirúgáshoz. Hát abszolút furcsa nekünk is ez a közvetítés, ilyet még az elmúlt 10 évben nem csináltunk, hogy 16-os vonalánál állítottuk fel a kameránt, majdnem a pálya magasságával egy vonalban. Ez még jó lehet Balázs Zsoltnak. És egy sárga gyömbérnek. Balázs Zsoltot találta el, és ha jól láttam, talán a bal térdét. Akkor szétázik a kamera. Szabadrugáshoz készül a Zete, közben itt az esernyőt próbálják levetetni a kamera fölül, hát nem fogjuk egyelőre. Kis Máté a labda mögött, illetve ott van Babati is. Jó lesz itt, vagy elviszed? Tessék. Jó van. Dugja fel. Csere van az alaiaknál. 18-assal jön majd Horváth Krisztofer. Lehet, hogy Dénes csörgött, nekem is csörgött a telefonon. Barci megy le. Hát ilyen közvetítésünk is ritkán van, vagy legalábbis eddig még nem volt, hál' Istennek. Tehát Horváth Krisztofer a pályán. Gárdos. Szorítják kifelé a soroksáriakat, jól kapja vissza Lakatos. Lőrinci, elválasztják a labdától. Balázs lesre futott közben. Horváth Krisztofer, Babati. Egyből ellövi kapufa, ott a gól! A kipattanult Balázs Zsolt lövi a hálóba. Babati az érdem. Ő lőtte kapufára. Már az is gólt érdemelt volna, de Balázs Zsolt a kipattanót már beteszi a kapu közepébe.
van egy csere, 23-18, Derekas helyére érkezett Tamási. Dávid vagy Bálinkám, dolgozom. Szívem, dolgozom, most is esik az eső, aztán elvették a biztonsági őrök az esernyőt a kamera előtt. Babati indul a szélen, vele szemben szabálytalankodnak. Jó, oké, hello. Vonal mellől jöhet majd a szabadrúgás. Lesják. Balázs Zsolt felé az emelés, megelőzik. Horváth Krisztofer jól tartja meg. Nem kell kapkodni most már az egerszegieknek. Kis Máté még hátrébb. Jó az indítás. Horváth Krisztofer. Balázs Zsolt húzódna befelé. Jó a csel. Horváth, aztán rálépnek a labdára. Jó volt a szerelés. Gárdos volt, aki elválasztotta a labdától Horvátot. Gyömbér. Ki oldalra a gárdos. Az indítás nem jó. Na, talán ennyivel letudtuk az esőt. Lőrinci fönnakad egy egerszegén, szabadrugás. Ezt elcsípi Madarász. Horváth. Nem tudott megindulni vele Horváth. Megint Madarász kihúzza lábát. Tamási. Devecseri a labda mögött. Ez nem jó. Legalábbis az egerszegieknek. 76. percben járunk, 3-1-re vezet az ETE. Gajdos, Bedi, valamint Balázs Zsolt voltak. Az egerszegi gólok szerzői, Kundrák pedig hazai oldalról talált be. Kicsúszik az oldalvonalon túlra, pardobásra jöhet majd az Ete ott a félpálya közelétől. Nem volt jó a pardobás. Tamási, jó a fordítás. Lakatos. Jó az első csel, aztán ütközik Gergényivel, ha jól látom. Mind a két játékos a földre került, a labda pedig az alapvonalon túlra. Kudák. Van induló Babati. Babati nem tudja átvenni. Egy fél centivel a cipő orr előtt pattant le a labda, és ugye most már nedves a fű, egy picit fel is gyorsult. Ha ezt át tudja venni, akkor könnyen meg lehetett volna a negyedik zalai találat is. Ott
volt egy szabálytalanság, soroksáriak jöhetnek. Lőrinci tette vissza, ez egy nagy lövés, és Zöldesi fogja. Gyömbér, jó a továbbítás. Gergényi fogja menet közben Lakatos mezét. Lőrinci kis Mátére vitte rá. Ez pedig egy jó szerelés. És a labda most már Zöldesié. 12 perc van még hátra rendes játékidőből. Írják Horváth Krisztofer, óriási tehetség, valóban így van. Nála a labda. Jól teszi ki oldalra. Kónya zárkózik. A hosszon pedig Madarász várná. Érkezik is felé Madarász. Egyik lábával levette, a másikkal előtte, de addigra már visszazár Gyömbér. Megint Madarász. Vele szemben szabálytalankodik Lakatos. Az étel jöhet majd szabadrugással. Babati feje fölött el tudta bólintani. Gyömbér a labdát, most már jól teszik ki oldalra. Gárdos indítása pedig kimegy az oldalvonalon túlra. Hátrébről kell elvégezni a pardobást. El tudta fejelni Huszák. Jó a fordítás közben Bor. Kundrákhoz eljutott a labda, Bor középre. Ezt kibólintják az alaiak. Babati. Horváth Krisztofer egyből előre, és erre még elindul Babati, hát ha hibáznak, gyönyörű volt a labdalevétel, ezt szó se róla. Bor Dávid oda tapadta labda a cipőjéhez egy pillanatra. Kónya tovább fejjel, Balázs Zsolt. Kudák jól teszi üresbe, Kónya. Babati lesen kapta volna, de így az egerszegiek jöhetnek pardobással. Kevesebb mint 10 perc a rendes játékidőből. Azért kitisztul az ég, most már talán a kameraképen is látni, hogy azért világosodik. Kis Máté. Balázs Zsolt lába mellett elment a labda. Gárdos. Nem volt pontos a passz. Balázs került a földre, hát ez szerintem egyértelmű szabálytalanság, nem fújt a Spori. Lakatos. Orosz. Még tovább. Tamási. Hát ez nem a legjobban sikerült lövés volt. Zöldesi komótosan, de elvégzi a kirúgást. Befelé a szabad. Megint Gyömbér szabálytalankodott. Figyelnie kell, mert ő neki már van egy sárgája.
hát a nézőszámot tekintve, ki kérdezi, körülbelül 200-300 között lehet valahol. Kirúgás jöhet majd. Egy kemény belépő. Gyorsan elvégezték a szabadrúgást orosz. Még tovább, át a túloldalra, ez is fölé száll. Volt egy kérdés, jelenleg nem, ez a válasz, majd megvárom a hármas sípszót utána. Elpattant Balázs Zsoltól. Nagy lendülettel indul Lakatos. Aztán ő szabálytalankodott, legalábbis innét úgy tűnt. Megint nem fúj a játékvezető. Mondjuk ő közelebb volt, hát nem sokkal az esethez. Pardobásra jöhetnek a soroksáriak. Jön középre. Hát ott volt egy kis lökés Devecseritől, legalábbis innét nagyon úgy látszott. Ez pedig lerendezte most egyelőre. Kis Máté, ha jól láttam, ő rúgta ki. Gárdos. Tiszakécske Csákvár közben 2-0. Ez remek fordítás Balázs Zsoltól. Babati 16-oson belül egy védő vele szemben. Babati átteszi a másik lábára, elsőre kijön, és el tudják tenni. Marad az egerszegieknél Lesják, okosan nem tette vissza egyből. Zöldesi, Gergényi ért hozzá utoljára. Gárdos, jó a továbbítás orosznak. Így viszont a soroksári játékossal ment ki a labda. Mi is köszönjük, hogy itt voltatok. Hát ez nekünk is egy premier volt ebből a szempontból. Megmondom őszintén, hogy a pálya egyes részein tartózkodó játékosoknak a messzámából semmit nem tudok. Nem is tudom elolvasni. És csak akkor mondtam éppen valakinek a nevét, hogyha már le tudtam olvasni a messzámot. Legalábbis a soroksáriakra egyértelműen ez igaz. Balázs. Gergényi teszi még el Madarász felé, most itt jól előzte meg Lakatos, egy jó fordítás, Bor, Puszák, Bor kapja vissza a szélen, lepattant Kónyáról a labda, aztán ő ér hozzá. Hát, most már a harmadik vagy a negyedik lövés, amelyik fölé száll. Egyszer már voltunk itt ezen a sporttelepen, talán 3 évvel ezelőtt, akkor nem voltak ilyen gondok. Emlékszem, hogy akkor már leesett a hó, és előtte takarították meg a pályát. Oroszt előzik meg, ezt pedig Kónyak kiteszi az oldalvonalon kívülre. Egy középreadás, megint kibólintják az egerszegiek. Ez most már biztos az ötödik.
próbát két sárga mezes között. Azért eljöhet, igen. Balázs volt. Huszák gyűjti be a labdát, aztán emeli előre. Devecseri tisztázott. Horváth Krisztofer. Jöhet a Soroksár. Bő másfél perc van még hátra a találkozóból, ez így zöldesé. Azt hiszem, hogy most már elmondhatjuk, hogy az ETL maga biztosan nyer a Soroksár vendégeként. Babati feje fölött elszáll, ezt még visszateszik. Hudák, jó helyre, Madarász. Középen ott van Balázs Zsolt, egy távoli lövés, és be is csúszik. Ezt elnézte most Ster, és Hudák lövése becsúszik a jobb alsóba. Ez egyértelműen kapus hiba. Na, így pedig már biztosan áll az előző megállapításom. Hát ritkán látni ilyen gólt, sajnálom Ster Bencét. Ezt igazából maga biztosan kellett volna fognia. Egy perc van még hátra. Sokat nem fog hosszabbítani a Takács játékvezető, aki egyébként apróbb hibákat elkövetett. Azt hiszem, hogy ez ettől függetlenül egy teljesen jó teljesítmény. És labdát csen egy pillanatra Babati hosszan tolta meg. Még elindulnak a hazaiak. Bor volt az, aztán egy lövőcsel Lőrincitől. Kioldalra Bor. Nem szabadul még fel az alai kapu. Lőrinci át a hosszúra. Jön középre a fejes. Ez pedig zöldesié. Nem találta el jól ott a soroksári játékos, hogy ki volt az. Hát ha feltápászkodik és úgy fordul, akkor talán megmondom. Szerintem Kundrák. Devecseri kihozza az oldalvonal mellé, aztán elteszi előre. Madarászt megelőzte Valancsik. Gyömbér hátra Sterhez. Lejárt már a rendes játékidő. Nem mondta a műsor közlé, hogy... Vagy én nem hallottam, bocsánat a fejhallgató miatt. A kolléganom segített, hogy mondták. Hát sok nem lehet, egy vagy maximum kettő percre gondolok. Babati. Ott van Madarász, el is jut hozzá a labda, érkezik hátulról. Egy védő, és ez még meg van Horváth Krisztofernek, Gyömbérvel eszembe. Horváth ügyesen tolja meg az alapvonal felé. Csak a túloldalon nincs zárkózó Babati. Most ér oda. Picit jobban alányult Horváth Krisztofer, de szépen csinálta meg az alapvonal felé a cselt. És ennyi volt. Egy percet, nem kettőt, bocsánat, kettőt tett hozzá a játékvezető. 4-1 nyert tehát az ETL-je. Gajdos, Bedi, Balázs Zsolt, illetve Hudák szerezték az alai gólokat. Kundrák 2-0 után szépített. És magabiztos zalaegerszegi győzelem született itt a soroksári sporttelepen. Gratulálunk a csapatnak, illetve a vezetőknek, és legközelebb majd a hétvégén vasárnap a
nagyon-nagyon jó erőkből álló gyírmót érkezik Zalaegerszegre. Én megköszönöm, hogy megint nagyon sokan velünk voltatok, és találkozunk vasárnap. További kellemes napot kívánok mindenkinek, a viszontlátásra, a viszonthallásra.